Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. Talán a végén árulnám el majd a titkot, ami persze nem titok, csak hát órák kellenek hozzá. Mielőtt nekifognánk Ausztrália villamosenergia rendszerének, érdemes ezt a földrészt egy kicsit körüljárni, annál is inkább, mert távol van tőlünk, 15-20 ezer kilométer távolságra, és bár élnek ott ismerősök, rokonok, nekem is egy unokanővérem Sydneyben, érdemes ennek az extra tulajdonságokkal bíró földrésznek a körüljárásával kezdeni az előadást. A szilárd földkéregnek a korát a geológusok 4,5 milliárd évre becsülik. Ausztráliában találtak majdnem ilyenkorú 3,5-4 milliárd éves kőzeteket. A lemeztektonika című földtani elmélet abból indul ki, hogy valaha egyetlen őskontinens volt a földkérgen, és ez a kéregmozgások következtében össze-vissza töredezett, meg a lenti mélységi magma áramlások befolyásolása alapján. Így az Antarktikával összefüggött Ausztrália elszakadt ettől a földrésztől, és elkezdett vándorolni észak felé. Ez 60-70 millió évvel ezelőtt történt. 7,7 millió négyzetkilométer ennek a földrésznek a területe. Jókora partvonala is van, ami majd később bír jelentőséggel. Manapság szeretünk a viszonylag alacsony tengerfenékre szélerőműveket telepíteni. Itt is megvan ennek a lehetősége. Terjedelmes kontinens, észak-déli irányban majdnem 3200 kilométer, és kelet-nyugat irányban még kicsit nagyobb is, 4000 kilométer. Nem túl magas a legmagasabb hegye, 2228 méter, ez itt van Új-Dél-Walesben. És még annyit kell hozzátenni, hogy Ausztrália magáénak tekinti a déli kontinensnek, tehát az Antarktikának azt a részét, ami úgy földrajzilag alája esik, hogyha visszamegyünk egy picit. Pardon. Tehát ezt a világos zölddel jelölt részt tekintik az ausztrálok a saját fennhatóságuk alatt állónak, aminek különösebb jelentősége nincs mindaddig, amíg neki nem kezdenek majd a legdélibb kontinens ásványkincsei feltárásának. Ez egyelőre még pihen, de az emberi mohóság határtalan, úgyhogy nem lennék meglepve, hogyha neki fognának ennek a földrésznek is. Klimatikus zónái eléggé változatosak, van óceáni, trópusi jellegű vidéke, itt ez a sötét zöld rész, aztán van szubtrópusi, a világos zöld, sivatagi, igen nagy mértékű, a világos barna, világos sárga, sztyeppei jellegű, és van mérsékelt égövi is, itt alul ugye, itt ez egy fordított világ, mert az egyenlítő ez fölül van, és hogyha valaki Ausztráliában azt hirdeti, hogy déli fekvésű nyaraló eladó, ennek nem kell bedőlni, annak kell utána nézni, hogy északi fekvésű nyaralót kínál-e valaki. Amikor Dél-Afrikában jártam, nagyon érdekes élmény volt ott, ugyanez a helyzet. Észak felé kell keresni a napot. A csapadék eloszlás is igen szélsőséges. Vannak olyan részei,
amelyek élek itt a felső sarokban, amelyek hát majdnem 3000 milliméteres évi csapadékmennyiséget kapnak, és vannak olyan részei, amelyek néhány százat alig, ezek a középső sivatagi zónák. Ausztrália is, mint földrészünk más, mint földünk más részei is, ki van téve meglehetősen szélsőséges időjárási jelenségeknek. Így például a képen látható Yasi vagy Yasi ciklon, amely mintegy 30-33 km per óra sebességgel közeledik Ausztrália felé, de közben a spirálkarok belsejében 260 km per órás szél uralkodik, és amikor ez neki megy a nagy korallzátonynak, akkor ott borzasztó pusztítást visz végbe. Volt a földtörténetnek egy olyan időszaka, amikor a nagy eljegesedés következtében a tengerek szintje igen jelentősen, majdnem 100 méternyit is lecsökkent. Ekkor vált szárazzá például Szibéria és Alaszka között a Bering-szoros, amit persze akkor nem így hívtak, sehogy se hívták, és amelyen keresztül a mai modern népesedési elméletek szerint Amerika benépesülése történt. Ázsia, Szibéria felől. És így került szárazra a csendes-óceáni szigetvilágnak egy része, közte például azzal a szorossal, amely Ausztrália északi részével összeköti, tehát a benszülöttek a mai Indonézia felől költözhettek az ausztrál földrészre. A ma 150 km széles Torres szoroson keresztül. Itt egy érdekes felvétel egy olyan vulkáni kráterről, amelynek csak egy része emelkedik ki az óceánból, a többi része az a víz alatt van. Valódi és fél, illetve negyedvéres vér őslakosok láthatók a következő képen. Különleges harci díszben, aki emlékszik a Krokodil Dundee című bájos filmre, ott is lehetett ilyen embereket látni, amint éppen vad táncot lejtettek, levetve magukról a kulturális és mászt, a kultúrmászt. Jellegzetességük ezeknek az őslakosoknak genetikai jellegzetességük, például ez a tömpe orr, itt is lehet látni, széles tömpe orr, sötét, esetenként fekete bőrszín, mint ezen a kislányon, és hullámos, többnyire fekete haj. Itt a feleség már nem teljesen őslakos jellegű, de a férje bizony még igen. Számos ásatás igazolja, és barlangi leletek sora, hogy a földrész már 40-50 ezer évvel ezelőtt is lakott volt. Találtak olyan barlangi ábrázolásokat, itt a képen lehet látni néhányat, amelyek döbbenetesen hűek. Itt például egy családot lehet látni, papa, mama, gyerek. És még valamilyen házi állat is van. Futó emberi alakokat lehet látni ezen a képen, és a harmadikon pedig egy hanyat fekvő ember alakot nem nehéz felismerni, hogy ez egy szülőnő. És ezen itt még egy kicsit ki van nagyítva. Tehát rendkívül élethűen ábrázolták például a gerincet vagy a csontokat,
legtöbbször feltüntették külön ezeken az ábrákon, a gerincsigolyákat. Itt lehet egy kengurút látni. Tehát 40-50 évvel, 1000 évvel ezelőtt már lakott volt a földrész. Egyik operaénekes kedvencem, Kirite Kanava, jól ismert világhírű szoprán, aki ugyan nem ausztrál benszülöttektől származik, hanem új-zélandi maori famíliából, de vonásai azért, ha simák is, és inkább a klasszikus felé hajlanak, de magukon viselik az ottani népeknek a jellegzetes vonásait. A jobb oldali képen pedig egy világhírű olasz karmesterrel, Riccardo Mutival, és a ma ügyeletes tenoristennel, Jonas Kaufmannal van lefényképezve a New Yorki Metropolitan Operában. Ki gondolná, hogy ez a szépség 72 éves? És micsoda hangja van? Ausztrália körül a 16. század végén, 17. században jelentek meg az első európai eredetű felfedezők, hajósok. Ezen a képen lehet látni, hogy hányan és milyen irányokból próbálkoztak. Ezek közül a legérdemesebb, a legtöbb következménnyel járó útja James Cook, brit gyarmatosítónak volt, aki az teljes keleti partot felfedezte, feltárta, és igyekezett az angol királyság részére birtokba venni. Érdemes még megemlíteni Abel Tasman, holland hajóst, akiről Tasmania kapta a nevét, vagy éppen ezt a bizonyos Luis Vaez de Torres. Ennyi, bocsánat. Akiről a Torres szoros van elnevezve. Az Ausztrália és Új-Guinea közötti szoros. Cook kapitány három nagy utazást tett. Az első a piros volt 1768 és 1771 között. Tahitin készültek tanulmányozni a Vénusz bolygó áthaladását a nap előtt, majd onnan tovább hajózva, gyanították, hogy itt lehet valamit keresni, eljutottak Új-Zéland köré, majd innen mentek tovább. Cook kapitány és legénysége Sydneytől délre, a Botany nevezetű öbölben szállt először partra, majd mentek észak felé. Itt egy kis baleset is történt velük, nem tudták, hogy ott van a nagy korallzátony, és a hajójuk, a vezérhajójuk zátonyra futott, meg is sérült, úgyhogy egy darabig kényszer tartózkodniuk kellett ezen a vidéken. Második útja a zöld, a harmadik útja pedig a kék, amikor Pehére elkerült Hawaii szigetére is, és itt összetűzésbe kerülve az ottani benszülöttekkel nyakát szegték. Tehát Cook kapitány az, aki a legnagyobb mértékben hozzájárult ennek a földrésznek a felfedezéséhez. Milyen gyakorlati következménye volt ennek a sok hajóútnak? Hát többek között az, hogy ugye 1776-ban kikiáltották az Egyesült Államok függetlenségét Angliától. Ennek következtében többé nem lehetett az angol fegyenceket az amerikai földrészre suppolni. Kellett új helyet találni, és hol lett volna ez a új hely leginkább? Ausztráliában, Cook kapitány jelentése, felfedezései alapján. Itt látni azt a helyet, ezt a bizonyos Botany öbölt, ahol Cook partra szállt. Később azonban találtak egy még jobbat, ezt a bizonyos Port Jackson
öblöt, amely aztán később Sydney helyszíne lett. Ez egy festmény arról, hogy Arthur Philip, az első fegyenszflotta parancsnoka, kitűzi a brit lobogót az első telep helyén. Itt egy kicsit sötétebb lenne, lehetne jobban látni, hogy poharak vannak a, köszönöm szépen, poharak vannak a ünneplőknek a kezében. Itt van a pohár, és itt van az a hordócska, amelynek a tartalmával kocintanak arra az ünnepi eseményre, hogy ki van tűzve a brit lobogó. Egy légifénykép Sydneyről, erről a bizonyos öbölről, amely innen a csendes óceán felől járható be, és itt van az a bizonyos sziget, ahol az első fegyenctelepet maguk a fegyencek építették, ez a Cockatoo Island. Sydneynek egy emblematikus létesítménye a kikötőhíd, Harbour Bridge, és egy másik nem kevésbé ismert létesítménye az Operaház megjelölve. Tehát itt van ez az északi irány, és ez itt már kinn a csendes óceán. Így néz ki ma a börtönsziget, ebből tulajdonképpen csak egy körítő fal maradt meg, mert magán a szigeten hajójavító rendeztek be. Az ausztrál gyarmati terület, ugye már Cook idejében megindult a gyarmatosítás, viszonylag lassan fejlődött, mindaddig, amíg neki nem láttak az arany kitermelésének. Már 1820-tól kezdtek aranyat találni Új-Dél-Walesben, de az igazi, egész földrészre kiterjedő aranyláz 1851-ben kezdődött. Ekkor 430 ezer fő volt a lakosság 1851-ben, és 20 évvel később már 1,7 millió lakos számláltak. Ez a legnagyobb aranyrög, amelyet eddig találtak. Ez másfél méter hosszú, 286 kg bruttó súlyú, amelyből 57 kg volt a színarany. Itt lehet látni egy némileg kisebb, de fantasztikus alakú nyers aranyrögöt, 150 g-os. Itt van egy még érdekesebb, ez a bizonyos Welcome Nugget, amely a képen látható példánya másolat, mert magát ezt a rögöt elvitték Londonba, és ott beolvasztották, ahelyett, hogy múzeumi tárgy maradhatott volna. Ausztrália a második a világon az aranytermelésben, a legnagyobb termelő Kína. 2014-ben 450 tonnát produkáltak, és utána következett már Ausztrália, lehagyva például Oroszországot, az Egyesült Államokat, Dél-Afrikát, Kanadát, Perút és így tovább. Tehát aranyláz vette kezdetét. Ausztrália a következő zónákból tevődik össze. Dél-Ausztrália, itt látható, Dél-Ausztrália, South Australia, Nyugat-Ausztrália, ez a legnagyobb területű szövetségi állam, a következő a Queensland, aztán névsor szerint Tasmania, majd utána Új-Dél-Wales, New South Wales, Victoria, és végül is nem szövetségi állam, hanem terület, Northern Territory, ez az északi terület. És még egy külön enklávé a fővárossal, a szövetségi fővárossal, Canberrával. Ez az északi terület a
a Krokodil Dandi hazája. Tehát összesen 7.692.000 négyzetkilométer a terület, és ezen 23,5 millió ember él, meglehetősen kicsi a népsűrűség. Főleg a parti élhetőbb sávokon települtek emberek, és elsősorban ebben a három államban, tehát Victoria, Új-Dél-Wales és Queensland államokban. Ausztrália címere, két címerállattal, a baloldali a kenguru, a jobboldali az emu. A canberrai parlament érdekes történetű, két épülete van, az elsőt még a 20. század elején építették, a képen látható ez a második. Ezt 1988-ra építették föl, lesz majd részletesebb kép is róla. A felső kilagyított képen a jelenlegi miniszterelnököt, Malcolm Turnbullt lehet látni, és az alsó képen pedig kitüntetésekkel dekorálva II. Erzsébet királynő személyes képviselőjét, az Ausztrália főkormányzóját, Peter Cosgrove-ot. Államonként végig szaladva Dél-Ausztrália fővárosa Adelaide, amelynek van egy downtownja, tehát egy belvárosa, némileg magasabb házakkal és óriási területű külváros kertes házakkal. De van néhány érdekes épülete, többek között például a Dél-Ausztráliai Egészségügyi és Orvostudományi Kutatóintézetnek a futurista épülete. Vannak természetes szobrok ebben az államban, hogy ide a tengerpart magasabban fekvő részére hogy kerültek, és milyen víz, illetve szélmunka van ezek mögött, a fantasztikus alakzatok mögött, ezt pontosan nem lehet tudni. Azért tettem ide a képet, mert ennek a testvérképe az ellenkező oldalról van fényképezve. Fogjuk látni a pirossal bekeretezett alakzatnak a tükörképét a következő képen. Itt lehet látni olyan, mint egy elefántnak a leeresztett ormánya. Hogy jöttek létre, milyen földtani mozgások következtében került ide ez a szikla, amikor nyilvánvalóan nem ilyen irányban rétegeződött, hanem így. De minden esetre egy hangulatos kép. Nyugat-Ausztrália fővárosa Perth. Ez is most már milliós város, 2 millió lakosú. Nyugat-Ausztráliában kiemelkedő szerepe van a 35 darab aranybányának, ahol az aranyat különleges külfejtésekben bányásszák, így például a képen látható Kalgoorlie nevezetű bányában. Ezt 1893-ban kezdték feltárni. Tehát itt van a város, és mellette a furcsa technikával mélyített aranylelőhely. Ennek az évi termelése 28 tonna színarany, ehhez azonban 15 millió tonna kőzetet kell megmozgatni, hogy ebből kinyerjék ezt a mennyiségű aranyat. És hogy milyen veszélyei vannak egy ilyen külső fejtésnek, arra majd egy későbbi képet fogok mutatni. Egy másik kép ugyanerről a bányáról, ez 650 méter mélységben tartalmazza ezt a kis tengerszem tavacskát. Tehát ez a 650 méter. Műholdról is nagyon jól lehet látni ezeket.
ilyen gépmonstrumokkal történik a fejtés. Ez egy Komatsu gyártmányú hegybontó homlokrakodó. A jobboldali képen ne a dúskeblű hölgyet nézzük, hanem a puttonyt magát, ilyen óriási. Ennek a gépe, az alapgépe pedig, itt látszik, itt vannak a kezelői. Ez egy 1450 kW-os, majdnem másfél megawattos dízelmotorral hajtott monstrum. Ilyen dömperekkel szállítják a kőzetet a zúzóba, a törőbe, majd pedig a metallurgiai feldolgozáshoz. Itt is találni aranyrögöket. A jobboldali képen különösen érdekes, ahogy az arany, a színarany szervül a kvarc kristállyal. Tehát ez a része a kvarc, ez pedig az arany. Ausztrália vasútvonalainak a hossza majdnem 33 ezer kilométer volt. Érdekessége ennek az, hogy mivel az ausztrál szövetségi államok csak 1900-ban egyesültek államszövetséggé, addig gyakorlatilag mindegyik külön-külön fejlődött, és így például a vasúti nyomtáv is elég változatosan alakult. A képen egy olyan normál nyomtávú, tehát 1435 mm-es szakaszt lehet látni, amely a világon a leghosszabb egyenes szakasz, ez 478 km hosszú nyílegyenes szakasz. Itt többféle nyomtáv van, mindjárt mutatok is képet rá. Itt lehet látni három sínszálat a pályán, ebből a külső a 1435 mm-es, tehát e két sín, e sín és a külső sín között 1435 mm a távolság, a két belső között pedig 1067 mm. Ausztráliában baloldali közlekedés van, és így ez a vonatokra is vonatkozik, ez a vontató mozdonya egy meglehetősen hosszú szerelvénynek. Queensland a következő állam, amelyet sorra veszünk, ennek a fővárosa Brisbane. Nagyon érdekes település, egy folyó, meglehetősen kacskaringós partjain épült, és ettől a Brisbane-től 69 kilométerre délkeletre a csendes óceán partján kinőtt egy új város, úgy hívják, hogy Gold Coast, tehát aranypart nevű város, ahol van egy 80 emeletes felhőkarcoló. Nos, itt lehet látni, hogy milyen érdekes település szerkezetük van ezeknek a városoknak, itt kanyarog a folyó, ami tulajdonképpen nem is igazán folyó, hanem lagúna. És ezek a családi házak cölöpökre vannak építve, miként cölöp alapozással készültek a felhőkarcolók is. Következő helyszínünk a Tasmania, Tasmán-sziget, már volt említés róla, hogy kiről nevezték el. 220 ezer lakosú város, hát nem a milliósok közé tartozik Hobart, de minden esetre egy érdekes település. Itt építettek a tengeröböl két partja között egy hosszú hidat, amelynek érdekes sorsa lett. 1975. január 5-én este sűrűködben
egy 10 000 tonna cinkércet szállító hajó neki tolatott, neki ment az egyik pillérnek, és ezeket kidöntötte. Ez lett a döntés eredménye, itt lehet látni, hogy a hídnak az a szakasza, amelyet a két érintett pillér tartott, egyszerűen belezuhant a vízbe, maga alá nyomva, temetve azt a hajót is, legénységgel együtt, amelyik a tragédiát okozta. Itt lehet látni némi nyúlványokat. Itt. Ez, amit most mutatok, nem más, mint ez a zöld színű autó, amelyiknek sikerült megállnia, még mielőtt belezuhant volna a 40 méteres mélységbe. A túloldalról jövő autóknak nem volt ilyen szerencséjük, azok bezuhantak a vízbe. Amikor a hidat helyreállították, akkor egyszerűen kihagyták a legjobban sérült pillért, mert olyan sok romot, törmeléket kellett volna a vízből eltávolítani, hogy oda alapozást lehessen csinálni, hogy nem érte meg. Ez egy taszmániai műemlék, az első fegyenc telepek egyike, most a világörökség része. Megérkeztünk a legnagyobb városba, köszönöm, Sydneybe. Itt majdnem 5 millióan laknak. Ennek a városnak világszerte ismert, emblematikus létesítménye a már emlegetett kikötői híd, Harbour Bridge, és mögötte a fantasztikus külsejű operaház. Tehát az van, arra van a csendes óceán, és erre van észak. Egy légi felvétel az operáról, ezen a félszigeten építették meg ezt a fantasztikus építményt. Itt tulajdonképpen a baloldali szekció az opera, és a jobboldali szekció legnagyobb létesítménye, az több mint 2000 fő befogadó képességű hangversenyterem. Az az érdekessége ennek geometriailag, hogy ezek a vasbeton héjak, ezek tulajdonképpen gömbhéjak. Tehát meg lehet határozni azt a gömbhéj szakaszt, amelyet kivágva például ez az alakzat elhelyezkedett. Ugyanakkor a átmérőjű gömbből vannak kihasítva, persze duplikálva, triplikálva a gömbhéj szerkezetek. Tehát ez az opera rész, ez pedig a hangversenyterem. Hát, hogy a lézer sem maradjon ki a látványosságból, egy-egy fesztivál alkalmával az opera gömbszeleteire ilyen fantasztikus színes ábrákat vetítenek. Itt például egy pillangót, aztán ez valamilyen amorf malami, ez úgy szintén. Százával lehet ilyet látni az interneten, igyekeztem a legjellegzetesebbeket kiválasztani. Sydneyben egyetem is van, 1850-ben alapították. Olyan ez az épület, mintha Oxfordban lenne valamelyik college. Nem véletlen. Sydney közelében vannak az úgynevezett kék hegyek, Blue Mountains, amely nemzeti park a legkedveltebb kiránduló helye az odalátogató külföldieknek is, meg a helyieknek is. Itt egy nagy kötélpálya szerkezetből lehet megfigyelni ezeket a réteges homokősziklákat. Ez például három nővér sziklának hívják, 1, 2, 3 nővé, Three Sisters.
következő fővárosunk Melbourne, ez 4,5 millió lakosú, alig marad el Sydney lakosság száma mögött. Itt is megvan ez a bizonyos kettősség, hogy van a városnak egy felhőkarcolós downtown része, és körülötte pedig nagy kiterjedésű családi házas övezet. A Royal Exhibition Building 1880-ban épült Melbourne-ben, tehát királyi kiállítási csarnok. Itt nyílt meg 1901. január 1-én Ausztrália parlamentje. És ebből az alkalomból 7. Edward brit uralkodó fia, Cornwalli és Yorki herceg, a későbbi 5. György király olvassa fel az erről szóló dekrétumot. Érdekessége ennek a képnek, hogy minden arcmással rendelkező szereplő valós személy, akik nem kis mennyiségű pénzt adtak azért, hogy a festőművész őket ezen a képen megörökítse. Egy érdekes és számunkra is fontos melbourne-i létesítmény, ez a nyári olimpiai játékok egyik színhelye, amit most cricket stadionnál alakítottak, akkoriban természetesen atlétikai versenyek és egyéb sportesemények rendezésére is alkalmas volt. Ez ma cricket stadion, jó tele van. Az északi terület az utolsó rész, amelynek a fővárosa Darwin, itt nem lehet túl nagy felhőkarcolókról beszélni, annál inkább ilyen természeti ritkaságokról, mint gyönyörű növény, lótuszvirág, vízililium, vagy éppen termeszvár, vagy egy ott szokásos, nálunk meglepő figyelmeztető tábla, ne nagyon menj be a vízbe, mert megesz a krokodil. Ilyen krokodilok járkálnak ott, ez például egy 5,5 méteres sósvízi krokodil szörny, amely hozzá van szokva ahhoz, hogy az etető egy pálca végére szerelt hús darabbal izgatja a krokodilt, hogy legyen szíves ezt a testhelyzetet felvenni. A fényképező japán és egyéb vendégek nagy örömére. Ez egy krokodilszerű építmény, egy szálloda a Kakadu Nemzeti Parkban. Ugyanitt van egy vízesés is, amely a trópusi esők idején jelentős vízhozamú, és egy másik nemzeti parkban, a Darwintól 80 km-re lévő Litchfield Parkban, itt pedig jókat lehet fürdeni a helyi meleg vízben. Ausztrália legnagyobb külfejtéses uránbányája, ez a Kakadu Nemzeti Park szélén van. Az az érdekes, hogy Ausztrália a világ egyik legnagyobb uránérc termelője, miközben neki magának nincs atomerőműve. És a városok közül végül Canberra, a szövetségi főváros, ahol 21 ezer évvel ezelőtt jelentek meg az őslakos törzsek. Mivel a 19. század végén, amikor kezdett formálódni az államiság, Sydney és Melbourne vetélkedett egymással, hogy ki legyen a főváros, és mivel nem tudták eldönteni, ezért nevető harmadiknak egy jelentéktelen település, Canberra jött ki győztesnek, és ebben mindnyájan megegyeztek. Íme a régi parlament a felső képen, 1928-ra év készült el az épület, és 60 évvel később, 88-ban már a parlament új épületét avatták. Itt lehet látni a zölddel bekeretezve a régi épületet, és mögéje telepítették az újat.
érdekes alakzata van a főépülettől jobbra-balra lévő épületegyüttesnek. Vajon mire hajaz ez az alakzat? Egy ősi ausztrál szerszámra, a bumerángra. Ezen a képen még jobban lehet majd látni. Egészen úgy néznek ki az épületek, mint egy bumeráng. És végül is egy néhány kép arról a területről, ahol mindössze 1000 körüli sarkutató él, de több mint 4 millió négyzetkilométer, amelyet Ausztrália magáénak tart. Ez alatt a kis oszlop alatt van a pólus, itt pedig azoknak a nemzeteknek az ászlói, akik állandó expedíciót tartanak a déli sarkon. Itt ilyen jókora hegyek vannak, 4000 méternél is magasabb sziklák, és maga a déli sark is 2804 méter magasan van. Tehát míg az északi sarkon nincs szilárd földrész, addig a déli sarkon bizony van jókora. Itt egy pusztuló gleccsert lehet látni, a klímaváltozás egyik jeleként, ha lehet hinni a ezzel foglalkozó tudósoknak. Ausztrália igen gazdag természeti nevezetességekben, ezeket is érdemes gyorsan áttekinteni. Ilyen a nagy korallzátony, ilyen a Ayers Rock angolul, illetve Uluru ősnyelve, vagy annak testvére a katatyuta. Különleges, főleg erszényes állatok, és a bozót tüzek, ezek is természeti adottságok szinte, bár időnként emberi közrehatásra keletkeznek. A nagy korallzátony 2900 egyedi zátonyból és 900 szigetből áll, és Ausztrália északkeleti partjától viszonylag kis távolságra 2300 kilométer ennyi. 2300 kilométer hosszban helyezkedik el. Na. Menjünk közelebb egy kicsit a korallzátonyhoz. Egy hajózó útat nyitottak rajta. Jobboldali kettes képen egy vízfelszín feletti és alatti korallzátonyok látszanak. És a hármas képen pedig egy olyan felszíni homokpad, amelyet helikopterek is használhatnak leszállóhelyként, és természetesen a turisták leszállítására is alkalmas. Planktonokkal táplálkozó, néhány milliméterestől néhány centiméteres méretig terjedő nagyságú korallpolipok, kőkorallok milliárdjai alkotják ezt a utolérhetetlen színvilágot, itt egy tengeri csillag kékkel. 1, 2, 3, 4, 5 lábú. Pardon. Egy virágos kert a korallzátonyon. Nem igazán növények, inkább állatok, de ilyen különleges kiképzésűek, és persze rengeteg halféle körülöttük. Itt egy sekélyvízi korallmező. Megszámoltam a képen, 15 féle halat lehet látni. ...1500 fajta hal él és 600 fajta tengeri csillag, 30 féle bálna és delfin otthona ez a terület. Ez az egyes képen látható szörny, ez egy óriási fűrészes sügér. 3 méteresre is megnő és 150 kilósra is.
további három képen pedig egy szelíd, ajakos halat lehet látni, egészen emberi kinézésű ez az ajak berendezése, és itt a feje tetején van egy púp. Minél nagyobb ez a púp, annál idősebb a hal. Cápa, csőrös szájú hal és papagájhal a népesség további képviselője. A papagájhalból kétféle is van, az egyiknek más az arca, mint a másiknak. Először azt lehetne hinni, hogy ezeknek a csőrös szájú halaknak ez az eleje, de nem, ez a farokúszó, és itt van a csőrös szájuk. Nem is egyszerű felismerni. Mandarinhal a bal felső sarokban, bíbor oroszlánhal a következő jobb oldaliban, egy rakétahajtású tintahal, amelyiknek ez a szeme, de innen a lebernyeg mögül tudja kilövelni azt a vízsugarat, amely errefelé hajtja őt. És egy mérges rája, amelynek a fesztávja elérheti a 3 métert is. Bohóc halakat lehet látni, baloldalt, és töviskoronás tengeri csillagot, jobb oldalt. Fantasztikus képződmények. Korallokból egy kis bemutató. Különösen érdekes a jobb alsó kép, amely egy tátott szájú korallt mutat, amint éppen elnyelni készül egy műanyag zacskót. Tehát annyira alkalmazkodóak a körülményekhez, hogy még ilyesmire is vetemednek. Következő műsorszámunk ez a bizonyos Ayers Rock, vagy Uluru, amely úgy keletkezett, hogy a réteges ületékkőzet által takart kovahomokkő, ez a kovahomokkő, a kéregmozgások következtében egyszerűen meghajlott, fölbukott a felszínre ez a kovahomokkő réteg, és ez alkotja ezt a bizonyos Ayers Rockot, az Ulurut, ez, és ez alkotja a Katatyuta nevezetű, több részből álló, viszonylag nagyobb kiterjedésű képződményt. 300-400 millió évvel ezelőtti képződmények. Egy szingli felvétel az Uluru monolitról, és egy közelebbi kép ugyanerről. Roppant érdekes, hogy hogy kúsznak föl a növények ezen a alig termőtalajjal rendelkező részen. Ez a másik, a Katatyuta monolit csoport, amelynek több sziklája van, és a háttérben lehet látni ezt a bizonyos Ayers Rockot. Az osztrák Lauda Air légitársaság repülőgépe repül éppen az Uluru fölött. Ausztrália Nemzeti Légitársasága az 1920-ban alapított Qantas, amelynek a Airbus 380-as óriás gépe éppen a Sydney kikötő fölött repül. Ausztráliában igen sok különleges állat van, zömmel erszényesek. Itt van egy szép példány a kengurúból. A kis kengurú a világra jövetele után körülbelül 9 hónapig él az erszényben, ahová beszájadzik a
tejtermelő csecsbimbója kengurúnak, úgyhogy a kisgyerek kengurú védetten tudja az anyatejet magához venni. 9 hónapig van az erszényben, de utána már a mama kilöki őt, de azért enni még visszajár. Néhány érdekes felvétel a kengurú közötti viszonyról. Itt egy banda ugrál az Uluru környékén. Hatalmasakat, több métereseket képesek ugrani. Itt barátkoznak egymással, itt már készülnek valamire, és itt pedig a bunyó. Itt a háttérben egy nőstény, és az eredetileg 2 erős lábú kenguru egy harmadik lábat is használ, ez pedig a farok. Úgy is hívják ezt, hogy tail standing. Tail az ugye farok, és standing az meg állás. Tehát a farkán is képes megállni legalábbis egy darabig, és ezen közben jó hasba rúgja 2 erős lábával a vetélytársát. Birkózó jelenetek kengurujéknál, kecsesz-kecsken stílusban. Itt a baloldali képen lehet látni a Nyaki csigolyák rendezése címet adtam neki. És a jobb oldalinál pedig a baloldali álló kenguru az ellenfelének az orrába mélyezti a nagy kampós körmét. Minden megengedett. Hát egy sajnálatos képsorozat következik most. Ez a Struggle for Life, a létért való küzdelem mintapéldája, amikor egy piton rátekeredik a kenguru testére, megroppantja azt, olyan szorosan fogja, hogy nem tud lélegezni, esetleg még a gerincét is eltöri. Kiakasztja az állkapcsát, és elkezdi befelé nyelni a nálánál jóval nagyobb testet. Itt már csak a körmös láb látszik ki, és itt pedig befejeződött a tragédia. Ennél jámborabb és kedvesebb a koala, amely leginkább eukaliptusz fákon él, és idejének legnagyobb részében alszik. Különleges állat az úgynevezett taszmán ördög. Így néz ki, amikor békés, barátkozik, ismerkedik a kengurúval. Amikor ragadozóként húszcafatokkal táplálkozik, és amikor dühös. Többször volt már szó krokodilokról, itt egy sósvízi bordás krokodilt látunk, amely 6 méter hosszúra is megnőhet. Éppen egy cápa kölyköt tart fogva. A bal alsó képen egy intő sárkánygyíkot látunk, egy ős lényt, és jobb oldalon pedig egy közönséges róka kuzut, amelyről eddig soha nem hallottam, de beleakadtam az interneten, és gyorsan ide másoltam. Jópofa kis erszényes állatka. Ujjas lúd és fekete nyakú gólya. Ezek is különleges ausztrál állatok. És itt van az emu, a címer állat, kenguru társaként. Csapatostul, illetve futás közben néhány kilométeres távon akár 50 km/h sebességre is képes, és a 3 ujjas karmos lába könnyű földetérést tesz lehetővé. Természeti jelenségnek is lehet tekinteni, bár időnként emberi közrehatásra jön létre, a bozott tűz, bushfire. Legutóbbi Dél-Ausztráliában
a pirossá jelzett helyeken volt, amely 2009. február 7-e és március 14-e között, tehát több mint egy hónapig pusztított, 450 ezer hektárt égetett fel, 173 halálos áldozattal járt, 2029 ház és 2000 egyéb építmény semmisült meg. Ennek a kiváltó oka lehet villámcsapás, emberi gondatlanság, esetleg kártevés. Minden esetre nagy nyári szárazságok idején rögtön adódik ekkora füstfelhővel a bozott tűz. És hogy ez hogyan néz ki közelebbről? Az első képen azt látjuk, hogy a szép családi ház mögötti erdőcskében már lobognak a lángok. Jön előre a tűz, elkapja a házat, és ez marad belőle. Meg az autóból ez. Iszonyú hevességgel képes tombolni a tűz, és ez a tűzoltó hiába fecskendezi, próbálja hűteni, oltani a tüzet. Itt lehet látni a tűzoltót. Ez marad a végén. Magát a tűzoltóautót se nagyon kíméli a tűz. Itt egy repülőgépes oltást látunk, illetve a bal alsó képen az, hogy a helikopter, tűzoltó helikopter éppen vizet vételez egy nyerőhelyből, víznyerőhelyből, és egy traktor, ami volt a tűz előtt, most meg ez maradt belőle. A tüzek által ionizált levegő megágyaz a villámoknak is, és így akár még sorozatban segít fenntartani a bozott tüzet. A jobb alsó képen pedig egy olyan füstfelhőt látunk, amely Sydney fölé ereszkedik a közeli bozott tűzből. Itt lehet látni a kikötőhidat. Itt a kikötőhíd. A tűz a távvezetéket sem kíméli, nincs tekintete arra, hogy ott áramnak kellene jó szigetelés között elmennie. Ez a 345 kV-os távvezeték se erre a környezetre készült. Mi történik a tűz után? Leég minden, azt hinnénk, hogy minden leég, holott például az elszenesedett fakéreg mögül kitör az eukaliptuszfa abszolút egészséges, friss hajtása. Tehát a természet a sokszor maga által keltett tűzből újjászületik. Hát eddig volt a bemutatója az ausztrál földrésznek, és most térnénk rá az energetikára. Energiahordozó lelőhelyeket látunk ezen a térképen. A barna színűek, részben szárazföldiek, részben offshore lelőhelyek, ezek olaj- és gázmezők. Itt a szárazföldön is, meg itt a tenger mentén is. A fekete dömperek azok a szénbányákat jelentik, és a fekete kockák, körök, a szén kikötőket. Ausztrália óriási szénexportőr. A zöld színű, az U betűsök pedig az urán lelőhelyekre utalnak. Az ausztrál erőművek beépített teljesítő képességét látjuk 2014-es adat alapján. 59.130 megawatt az EBT, tehát kereken 60.000 megawatt. És a termelésük pedig kereken 200 terawatt óra volt.
ami nem olyan borzasztó sok, hát Magyarország is 40 terawattórát produkál egy évben. Lehet látni, hogy a fekete és a barna szénnek döntő szerepe van az energiaellátásban. Ez a fekete szén EBT-je és a fekete szén villamosenergia termelése. Ez meg a barna széné. A többinél mindig jóval nagyobb az EBT, mint a ténylegesen termelt villamosenergia. Ezen akarnak majd kapitálisan változtatni. 2016. február 2-án éppen így nézett ki az egyes államoknak a villamosenergia termelési szerkezete. Hadd ne menjünk a részletekbe. Minden esetre azt lehet látni, hogy például Új-Dél-Walesben és Queenslandben a döntő hányad a fekete szén. A vasérc után a szén a legnagyobb exportterméke Ausztráliának. 430 millió tonnát bányásztak, és ebből 375 millió tonnát exportáltak. Itt egy mély bányászati frontfejtés képeit látjuk a séma a bal felső sarokban, amikor hidraulikus bányatámok támasztják alá a szénfal fölötti kőzetet. Itt vannak a támok, amelyekkel előre vagy hátra lehet mozogni. És itt van az a szörny, marófejes gép, homlok és oldalmaró jövesztőgép, amellyel a szénfalat megbontják, és az itteni konvejor szalagra ráhulló szenet elviszik és kijuttatják a felszínre. Ez tehát egy mély bánya. Ausztrália legnagyobb teljesítményű erőműve a Victoria állambeli Loy Yang barnaszén tüzelésű erőmű. 4 darab 550 megawattos blokk van az első részében, itt 4 blokk, és itt a mögöttes részben pedig 2 darab 525 megawattos, tehát 3,2 gigawattos az egész erőmű. Másik nézetből jobban lehet látni a két különálló részt. Ez a 4 blokkos, ez pedig a 2 blokkos rész, itt pedig már lehet látni a bányát. Tehát egészen kicsi távolságra van a nyitott külszíni fejtés az erőműtől. És hát lehet irigyelni őket a szénréteg vastagságáért, mert itten 200 méter vastag szénről van szó. Itt egy óriási bányagép, marótárcsás bányagép, amint a szállító szalagra felhordja a szenet. Ez a szállító szalag egyik része, másik része. Légi felvétel egy másik erőműről, egy Morvel nevű külfejtés és a mellette lévő város látszik itt. Itt van a város, itt pedig a külfejtés, itt pedig az erőmű. Ez egy 1600 megawattos széntüzelésű erőmű. Különféle képek a erőműről és a széntelepről. Itt is óriási vastagságú a szénréteg, több emeletnyi megmunkálással jutnak hozzá. Itt van hátul az erőmű, és ez pedig a bánya.
egy kép az erőműről, jól lehet látni a szenet felhordó ferde szalagokat. Viszik fel a kazánházba a szenet, és ejtik le a verőmalmokhoz. 2014. február 9-én gyújtogatás következtében intenzív bozóttűz keletkezett a bányak és az erőmű között, amely ráterjedt a szénfalra, így néz ki, egy égő szénfal. Mivel nem volt teljesen tökéletes az égés, rengeteg szénmonoxid keletkezett, amelyet a szél a város felé fújt, és ezzel egy egészségügyi szükséghelyzetet idézett elő. Ezeken a képeken lehet látni az izzó szénfalat, az oltást, amelyre egy olyan eszközt is befogtak, egy közönséges darut, amelynek a végére erősítették a sugárcsövet, hogy hűtsék az izzó szénfalat. A tüntetők követelik a szénerőmű leállítását, switch off coal, és helyettük switch on renewables, használjatok megújuló forrásokat. Utaltam már erre, hogy milyen veszélyei lehetnek egy kőfejtésnek. Itt a bal oldalon egy árvizes terület volt, és ennek a hatására megszakadt a bánya gátja, egészen úgy néz ki, mint a ajkai vörösiszap incidens. Ez pedig egy sajnálatos eset, egy külfejtésben szolgálatot teljesítő, mint egy 400 tonna teherbírású dömperről, amely mindössze 6 órát dolgozott, amikor a forró hidraulika kigyújtotta az egyik gumiabroncsot, és attól aztán lángra kapott az egész gép. Unikális felvétel. Mi lehet a szén egyeduralmának megszüntetése? Például a széntechnológiával gázt állítani elő, és ezeket gázturbinás erőművekben eltüzelni. A képen egy nyílt ciklusú gázturbinát lehet látni, beömlő nyílással jól ismert alakzat, minden gázturbina beömlő nyílását ilyenfajta szerkezettel oldják meg. Kettes a gázturbina, hármas a égéstermékeket kibocsátó kémény, a négyes a villamos generátor, az ötös a indítómotor és hidrokuplung, amely a gázturbinát felfuttatja, fordulatszámra hozza. A hatos a generátor feszültségű megszakító, a hetes a tokozott sín, amely a nyolcas főtranszformátorhoz viszi a gépfeszültségű áramot. További képek ugyanerről az erőműről. Egy régi széntüzelésű erőmű helyén, annak a telephelyén létesítették ezt a gázturbinát. Itt van a négy blokk egymás mellett, és a jobb oldali képen pedig lehet látni azokat a 4 megawatt teljesítményű dízel gépeket, amelyek lehetővé teszik ennek az erőműnek a black startját. Tehát ha nincs erőművi fejlesztés, nincs áram, nem mennek a gázturbinák, akkor el lehet indítani a dízeleket, és ezekkel lehet fordulatra hozni az erőművet.
Természetesen nem csak nyílt ciklusú gázturbinákat építenek, hanem kombi ciklusúakat is. Ez egy kombi erőmű, itt is lehet látni a jellegzetes légbeszívó nyílást. Ennek a külseje nagyon hasonlít a párizsi Pompidou központ külső képéhez. Ausztráliában, de főleg Tasmániában vannak olyan földrajzi alakzatok, amelyek lehetővé teszik szivattyús energiatározók létesítését. Itt lehet látni egy 6 darab 250 megawattos blokkal rendelkező szivattyús tározós erőművet, ez a felső tározó, alul pedig az alsó tározó. Így néz ki közelebbről a gépház. Itt 460 méter az esés, ami majdnem 500 méter, hát ez óriási. A legnagyobb vízerőművekben is alig tudnak fölé menni a 200 méternek. Bevezetőben említettem, hogy Ausztráliának igen hosszú tengerpartja van, és ott viszonylag sekélyek a partmenti vizek. A világtenger kiapadhatatlan mozgási energia és hőenergia potenciáljának a kihasználására nagyon érdekes szerkezeteket találnak ki. Az egyik ilyen egy vízbe lesülyeztett árapálygenerátor, amelyet a tengeráramlás forgat, a három lapátú propellert. Itt van a... Na. Nem jó helyen, itt van. Itt van a háromágú propeller. Itt van egy oldal hajócsavar, amelyen állítani lehet függőleges tengely körül forgatva a darabot, beállítani a áramlás legkedvezőbb irányára. Itt egy olyan szerkezet van, amely lebegő árapálygenerátor, itt vannak a csavarjai, és ezek a úszó testek biztosítják a lebegést. És egy negyedik fajta, egy harmadik fajta pedig olyan, amikor az oszlop maga rögzítve van a tengerfenéken, és ezen lehet leföl mozgatni. A következő képen jobban látható két karú szerkezetet, amelyen itt vannak a csavarok. Jókorák, lehet látni az ember méretét. Ezeket forgatja az áramlás. Egy érdekes Faradayt idéző megoldás a következő. Elhelyeznek egy kikötött oszlopon egy indukciós tekercset. Itt van a tekercs, amely le van rögzítve a tengerfenékre, célszerűen azzal a kábellel, amely majd a tekercsben indukálódó áramot egy gyűjtőhelyre elvezeti. És e köré elhelyeznek egy úszó bóját, amely a tenger hullámzásának megfelelően lefel járkál, és ezáltal mozgási indukcióval áramot indukál a tekercsben. Így néz ki a megvalósult formája. Itt egy másik kép, egy úszó lemezről, amelyik nincs rögzítve. Ennek magyarul is fel van írva, tenger alatti állomás, kábel a partra, és itt van a tengerfenék. Ez tehát nem egy
lerögzített, hanem egy úszó szerkezet. De ugyanúgy mozgási indukcióval, lebegő bójával állítja elő az indukált áramot. A parton egy ilyen szerkezet, lehet látni a méreteket a kosaras kocsiban álló emberhez képest. Van ennek egy tükörképe, amikor maga a tekercs van rögzítve a lefölmozgó bójához, és a mágnes rúd áll. Az előbbi helyzetben tehát a mágnes mozgott és a tekercs állt, itt a tekercs mozog és a mágnes áll. Végül is kijön ebből is 250 kW, nem is kevés. Csak persze nagyon sok kell belőle, itt lehet látni, hogy mennyit készülnek telepíteni. Egy furfangos ötlet megtestesülése ez a bizonyos Wells turbinás hullámcsapda. Ez a következőképpen működik. A műtárgy fontos eleme ez a szifon. Itt van mögötte a szabad tenger, és előtte a szabad tenger, bocsánat, és mögötte pedig egy zárt tér, amely fölött levegő van. Ha emelkedik a tengerszint, akkor természetesen a közlekedő edények módjára ez a vízszint is emelkedik, és kezdik kinyomni a levegőt, merre? Az egyetlen nyíláson keresztül, ezen a csövön át. Vagy ezen a csövön át, és hogyha ebbe a csőbe elhelyezünk egy célszerűen kialakított turbinát, akkor a kiáramló levegő ezt a turbinát hajtani fogja. Majd ha a tengerszintje lesüllyed, akkor a szerkezet beszívja a levegőt, és egy másik irányból hajtani fogja a turbinát. Most már csak azt kell megoldani, hogy bármilyen irányú légáramlás álljon is fenn, a forgó résznek a forgás iránya ne változzék. Ezt érik el ezzel a bizonyos Wells csőturbinával, amelynek a lapát profilját ez az ábra mutatja. Ugye ez a ráható erő, amelyet a mondjuk kiáramló levegő kifejt, ennek van egy a lapát felületre merőleges összetevője, de van egy érintő összetevője is, amelynek a nyomatéka elég ahhoz, hogy ezt a szerkezetet forgásba hozza. Amikor pedig beszívja a szerkezet a levegőt, akkor ugyanez áll elő, megint csak ugyanabban az irányba fog forogni a forgórész. Érdekes elgondolás. Nem biztos, hogy ez lesz a villamos energia tömegtermelés eszköze. De van egy másik elgondolásuk is, ez pedig az óceán hőenergia konvertere. Az egyes számú szivattyú beszívja, bocsánat, egyes számú szivattyú beszívja a meleg tengervizet, amellyel egy elgőzölögtetőben ammóniát hevítenek föl. Az ammóniának közismerten alacsony a forráspontja, és hogyha ezt fölmelegítik, netán túlhevítik, akkor ezzel az ammóniával lehet hajtani egy turbinát, amely forgat egy generátort. A munkavégzett ammóniát leengedik egy kondenzátorba, amelyet az alsó hideg tengervízzel hűtenek. És akkor a hideg ammónia bemegy az elgőzölögtetőbe, és kezdődik a folyamat előről. Hogy ez csak egy elméleti játék-e, vagy ténylegesen megvalósítható, Ennek egyelőre nem találtam nyomát, hogyha az előadást 5 év múlva megismételném, talán
lenne belőle valami. Komolyabb a szélenergia hasznosítás Ausztráliában. Pirossal vannak ábrázolva azok a területek, amelyek mind a parton, mind a part közeli vizekben a szélteljesítmény kihasználására alkalmasak. Ausztrália a 16. a világban a pillanatnyi szélenergia hasznosítás tekintetében, beépített teljesítő képesség tekintetében. Első Kína, második az Egyesült Államok, harmadik Németország. Kína és az USA között ugye egy nagyságrend különbség van. Lehet látni. Ausztráliában 3618 megawatt van beépítve 2014 végén. Hát ez valahol ez alatt, az adat alatt van. Egy szárazföldi szélfarm, egy érdekes felvétel egy kora esti helyzetről, amikor a hold félsarlójával látszik. És egy érdekes meteorológiai jelenség, amely valószínűleg nem függ össze a szélturbinákkal, de itt egy olyan, mintha egy földfelszíni kondenszcsík húzódna. Óriási gép arzenál áll rendelkezésre a szélerőművek építéséhez. Lehet látni 150 méter gém hosszúságú darut, amellyel egyben fel lehet tenni a torony tetejére a háromágú csavart. Lehet látni azokat a hölgyeket és urakat, akiket a szélenergia megnyerése érdekében ide utaztattak, bemutatni nekik, hogy ez hogy működik. És engem ez a kazuárfa Csontvárinak a magányos cédrusára emlékeztetett. Ez az ausztrál magányos cédrus az én elnevezésem szerint. Hogy minél jobban megnyerjék az úri közönséget, csinálnak ilyen szélturbinát is, ahol a gondola alatt egy kilátó kabin van elhelyezve, ahonnan 100 méter magasból lehet körbe pillantani. Egy offshore szélfarm, és mellette egy érdekes plakát. Ugye közismert ez a festmény, Edvard Munch norvég festőnek a Sikoly című képe, amelynek a szereplője láthatóan nincs megelégedve a háttérben lévő szélgépekkel. Nagyon érdekes feladat nagy feszültségű technikusok számára a szélgépek védelme villámcsapásoktól. Itt a kettes képen lehet látni egy lekonyult lapátot, a hármasnál pedig gondola tüzeket. Ezek ugye nem biztos, hogy villámcsapásból vannak, ha a csapágy besül, annak is ugyanilyen eredménye lehet. Napenergia hasznosítás. Ausztrália egy kiválóan benapozott ország. A piros színű területen ott 24 megajoule per négyzetméter naponta a sugárzás értéke, ami megfelel a 6,67 kWh per négyzetméter nap értéknek, tehát ez a legmagasabbak közül való. Egy hatalmas fény naptelep, amelynek a teljesítménye 102 megawatt.
és Ausztráliában kevés olyan hely van, ahol a háztetőkön ne lenne saját használatú napelem. Ausztráliában a Melbourne-i Egyetem Energetikai Kutatóintézete által készített úgynevezett Zero Carbon Australia terv elképzelése látható ezen a képen, ahol a sárga négyzetek a nagy naperőműveket mutatják, a kékek a szélerőműveket. Itt van például szélerőmű, naperőmű. És ezzel részint koncentrátoros erőművekkel, részint fotovoltaikus naperőművekkel szeretnék a nagy szén energiatermelést kiváltani. Szeretnék volna. Majd szeretnék. Ezt majd a hozzászólásoknál. Így néz ki levegőből egy koncentrátortornyos naperőmű, amelynek a működési sémáját látjuk ezen az ábrán. Ahogy a napsugárak a koncentrátortoronyba érnek, ott felhevítik méghozzá jó nagyon 565 fokra azt a só oldatot, amelyet oda felküldenek. A forró só a meleg tartályba kerül ezután, ahonnan a kellő mennyiséget egy hőcserélőbe vezetve szekunderköri gőzt állítanak elő, ezzel hajtják a turbinát, az meg a generátort. Ennek a rendszernek az az előnye, hogy olyankor is tud működni, olyankor is tud villamos energiát termelni, amikor nincs napsütés, tehát éjszaka is. Hiszen a meleg sótartály olyan jó hőszigetelésű, hogy abban akár hetekig képes kicsi hőmérséklet csökkenéssel megmaradni a forró sóolvadék. Ausztráliában nem nagy a nagy feszültségű hálózatban, néhány 500 kV-os távvezetékük, itt a képen lehet látni, négyes kötegvezetővel két egyrendszerű távvezetéket. Van természetesen egyenáramú összeköttetésük is, például a Victoria állam és a Tasman hálózat között. A Bass szoros alatt van egy tenger alatti kábel, de van ennek az összeköttetésnek szárazföldi része is, ahol lehet látni az elszigetelt pólust, mondjuk a pozitív sarkot, és lehet látni a visszavezetést, amely szintén kicsit szigetelve van, de korán sem 400 kV-os feszültségre. Így néz ki a tartó oszlopa, így néz ki a feszítő oszlopa ugyanennek az összeköttetésnek. Az összeköttetésnek van egy tenger alatti része, amelyet egy erre a célra kiépített hajóval végeznek el. Egy robot rakja le a kábelt, amely egyben a tengerfenéken kiássa a kábel helyét, belefekteti a fölülről a hajóról beadagolt kábelt, és be is takarja. Mindezt videó ellenőrző rendszerrel követik, és szükség esetén be tudnak avatkozni. Itt van a videókábel, és itt van az erős áramú kábel. Így néz ki a kábelfektető hajó. Ennek a középponti részén van egy hatalmas, több ezer tonna befogadó képességű karusszel. Ez a sárga elem.
kettő is van belőle, egy alul a hajófenékben, egy pedig a felszínen. Itt tele van a kábellel, ebbe belefér 2400 tonna kábel, tehát jó sok, sokszor 10 kilométer egyenáramú kábel. Az összeköttetés szabad vezetékkel egyenszilárdságú kábelének a keresztmetszete. Ez a szigetelt pólus. Itt van a főszigetelés a kábelben, ez az ármírozás, vértezet, és ez pedig a visszavezetés. Egy kicsit ez is el van szigetelve. Itt pedig az optikai kábel. És ez a három össze van fogva egy polipropilén zsineggel, és ezt az egészet együtt fektetik le. Előfordul, hogy a kábel meghibásodik. Belső zárlat keletkezik, íme így néz ki egy kifújt zárlati ívvel tönkrement kábelpont, és egy olyan kiemelő szerkezet, amely ezt a kábelt a tengerből fel tudja emelni, kiássa magának, felemeli, felviszi a erre vonatkozó hajóra, ahol kivágják a sérült szakaszt, és két karmantyúval behelyezik az újat, a hibátlant. Taszmánia és a szárazföld között szeretnek még egy összeköttetést lefektetni. Ez a bizonyos szaggatott vonalú lesz a második összeköttetés, ez az, amelyik megvan. Egy távvezetékes idill szigetelő lánc szerelésről, és egy unikális fázis elrendezés. Nem nagyon látni a világban három rendszerű távvezetéket. Mindig páros számú távvezeték szokott lenni, 2, 4, 6. Ez azonban egy három rendszerű távvezeték, két talpán álló, háromszögű elrendezéssel, és egy csúcsán álló háromszöggel. 275 kilovoltos távvezeték. Amikor a formatervezők beszabadulnak a vasútra, vagy a távvezetékbe, formatervezett vasúti oszlop, illetve formatervezett távvezeték oszlop. Itt van a három fázis megfogva. Hogy hogy lehet ide fölmászni egyszerű eszközökkel, az rejtély. Már csak két dia van hátra. Nem maradok ide. Ausztráliából, Perthből, tehát Nyugat-Ausztrália fővárosából, Djiboutiba terveznek egy 20 terabit per szekundum átviteli képességű jelátvitelt. És hát eljutottunk végül is az előadás címének a megválaszolásához, hogy egy kontinensnyi sziget üzem? A válasz igenis, meg nem is. Kontinentális méretben sziget üzem, mert nincs összeköttetése egyik másik földrésszel sem. Azonban belül ez nem egy egységes villamosenergia rendszer, hanem több kisebbből áll, illetve egy nagyobbból, amelynek a része itt a szürke, meg itt Nyugat-Ausztráliában Perth környékén, és nagyon sok kisebb, önálló energiarendszer, nem is lehet igazából energiarendszernek, energiakörzetnek mondanám inkább. Távvezetékhálózat. És itt van az, amit 2050-re terveznek, 100% megújuló villamos energiaforrással. Látjuk itt, hogy a szénnek, a fekete szénnek és a barna szénnek 2020-ig vagy 2035-ig még szánnak szerepet, de már egyre följebb mennek
a nappal és a széllel. Van olyan terv, hogy Ausztrália északnyugati részén egy hatalmas, több gigawattos naperőművet létesítenek, és ennek az energiájával egy olyan tározót töltenek, illetve ürítenek, amely 100 gigawattos teljesítmény tárolását teszi lehetővé, és ezt a teljesítményt tenger alatti HVDC, tehát nagyfeszültségű egyenáramú kábellel juttatják el a majdani fogyasztókhoz. Itt Indonéziát látjuk, Szumátra, Borneo, azt hiszem, Celebes, Malájföld, Vietnám, és így tovább. Hogy ebből aztán mi lesz, ez majd a világhelyzetnek és a tőkehelyzetnek lesz a függvénye. Köszönöm szépen, hogy a fárasztó előadást végighallgatták, és szívesen állok rendelkezésre kérdésekre.